Vas megyébe a Szombathely melletti Gyanógeregyére látogattunk el, Magyarország egyik legjelentősebb sertéstenyésztőjéhez, Fekete Józsefhez. Itt vagyunk az üzemében, családi gazdaságában. Mekkora a koca állomány? Pillanatnyilag a telepen 120 koca található meg, ez 4 fajtára oszlik. Tehát 60 darab magyar lapály tenyészkocánk van, 20 darab hemsír, 20 darab pietrin és 20 darab duro. És ezek így minimálisan pár százalékot változnak. Egyikből valamikor egy picivel több, másikból kevesebb. Ez a szép nagy kandisznó itt mellettünk, mekkora súlyú? Ez a telepünk egyik büszkesége, ez egy saját nevelésű hemsír tenyészkansüldő, amely másfél éves, és körülbelül olyan 240 kiló környéke. Milyen fajtákat tudunk még itt megnézni? Itt meg tudjuk mutatni önöknek az apaállatoknak a fajta választékát. Akkor itt látunk egy pietrin tenyészkant, ami import tenyészállat. Egy nagyon magas genetikai paraméterekkel rendelkező tenyészkarról beszélünk. Ilyen barátságos? Ilyen barátságosak, így van. Tehát nagyon nyugodtak ezek a tenyészállatok. Tehát én mindig azt mondtam, hogyan bánunk velük, ezek úgy bánnak az emberrel. Még tudok mutatni önöknek magyar lapályt. Ez is egy import tenyészkan, tehát ez Németországból származik. Egy saját nevelésű pietrin tenyészkanunk. Ez a kansüldő, ez most 8 hónapos. Gyere, haver! És itt látható egy durok tenyészkan, ami szintén német import. Miben különböznek egymástól ezek a fajták? Hát ugye minden fajtának más a jelentősége. A durokot inkább azért, ha szeretik az emberek, hogy akár gyöngébb takarmányból is nagyon gyorsan készen legyen, és még van egy nagyon nagy jelentősége a duroknak, hogy nagyon ízletes és nagyon jó a hús minősége, nagyon márványos húsa van. Ez a malacnevelő, ahol vagyunk, hány férőhelyes? Ez a malacnevelő, ez valóságban 440 állatot is el tudnánk helyezni, mert annyi a férőhely kapacitása, de nagyon ügyelünk a férőhelyre is, és pillanatnyilag 370 darab állat található meg ebben a malacnevelőben. Tehát itt is vesszük vissza a létszámot, hogy minél jobb legyen nekik a lehetőségük. Mind a levegő, mind pedig a hely nagysága. Már itt figyelik, hogy melyik lesz az, amelyik jó tulajdonságú, jó állású és jó tenyészállat lesz belőle? Természetesen itt már van egy előválogatás, ott a hátunk mögött abban a sarokban. Ott már ki lett válogatva ebből a sok malacból, ami ígéretes tenyészkansüldőnek, és akkor mikor a tenyésznevelőbe átkerülnek, akkor még egyszer át lesznek válogatva, majd amikor minősítve vannak ultrahangozva, akkor pedig jön az utolsó szelekció, és akkor még mindig rostáljuk le az állományt. Ezt hogy kell elképzelni? Összeül a család és együtt megnézik őket? Nem. Van a Fajtatiszta Egyesületnek az embere, tehát aki jön minősíteni. A legutolsó az úgy történik, hogy ez minősítéskor közösen ővele átbeszélve, az eredmények alapján, minden alapján eldöntjük, hogy akkor melyik mehet értékesítésre, melyik nem. És itt viszont előtt szó szerint mondjuk úgy, hogy akár már a család és feleségem is, lányom is, tehát mindig megkérdezem a véleményüket, főleg a gyerekeket, hadd tanuljanak, hadd legyenek minél jobban benne ebbe a szakmába, hogy mire kell figyelni ahhoz, hogy megfelelő és nagyon jó tenyészkansüldőt tudjunk a vevők számára biztosítani. Fekete Józsefék egy igazi családi gazdaság. Kinek mi a szerepe? Családi gazdaság vagyunk, tehát én a tenyésztéssel foglalkozok, főleg szállítással, értékesítéssel, minősítéssel, ezekkel a dolgokkal. A feleségem papírmunkával, elletéssel, gyógykezeléssel, tehát ezekkel foglalkozik. A két gyermek is, hála jó Istennek, most már nagyon segítőkész kislány, a feleségemnek nagyon sokat segít, most már a kisfiú is az elletéses műveleteket gyakorolják, oltásokat segít az édesanyjának, úgyhogy szépen bővül a lehetőségi kör. Akkor biztosított az utódlás? Hát nagyon reméljük, nem erőltetünk semmit, majd ők eldöntik, hogy mit szeretnének. Sok szép díjat nyert már, melyikre a legbüszkébb? Hát természetesen a legbüszkébbek, a legelső nagy díjunkra vagyunk, amit 2009-ben nyertünk Kaposváron, és ugye az a díj, ami mindenkinek a számára a legfontosabb, mindig az első. De nagyon sok értékes díjunk van, például itt van a tavalyi nagy díjunk is, és akkor ott fönt a többi
kiemelkedő díjak, de viszont itt is kaposvári nagy díj, akkor ott fent debreceni nagy díj, ott szintén kaposvári nagy díj. Hála jó égnek, nagyon sok díjat sikerült már nyernünk az állományunkkal. A büszkeségen kívül ezek a díjak mit jelentenek szakmailag? Hát szakmailag, hála jó égnek, az azt jelenti, hogy a vevők is értékelik ezt, és bíznak abba, hogy minél jobb tenyészhatókkal tudjuk őket kiszolgálni, és mi pedig azt garantáljuk és vállaljuk, hogy csak is a számukra a legjobbat adjuk el. Gyere szépen, gyere, teljünk föl, jó? Gyere, teljünk föl, jó? Te legyél is, te legyél.